Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. A mennybe menetel után egy másik örömteli napra a pünkösdre virattunk. A név a görög Pentakoszté 50. szóból ered. A zsidóság nagy zarándok ünnepe volt, amikor is az első termésért, a búzáért adtak hálát a Teremtőnek. Később a Sinai hegyen kapott törvény kihirdetésének lett az emléknapja, nekünk, keresztényeknek pedig a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. A Szentlélek isteni személy, aki az Atyától, a Fiú által lépett be a mi világunkba. Megjelenését szélzúgás, tüzes lángnyelvek hirdették, illetve az a nagy átalakulás, ami a félénk bezárkózott tanítványokat hitvalló apostolokká tette. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltött az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket a mindegyikünk a maga anyanyelvén, pártusok, médek, elamiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban, Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Az első pünkösd az egyház születése napja. Elkezdődött a misszió, a küldetés, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népeket, kereszteljétek meg őket, az Atya és a Fiú Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Vegyük kezünkbe az újszövetségi Szentírás, az apostolok cselekedetei könyvét, a Szentlélek evangéliumát, és ismerői lehetünk a lélek munkálkodásának. Hadd említsek egy példát. Fülöp apostol Szamariába ment igét hirdetni. Az emberek, amikor látták a jeleket, sánták, bénák meggyógyultak, a megszállottak, megtisztultak, sokan keresztényé lettek. Eljutott a hír Jeruzsálembe is, Szamaria elfogadta az Isten szavát. Az apostolok elküldték Pétert és Jánost, hogy segítsenek a misszióban. Amikor megérkeztek, imádkoztak a közösségért, rájuk tették kezeiket, és megkapták a Szent Lelket. Egy Simon nevű mágus, varázsló, amikor látta a lélek kiáradását, pénzt ajánlott fel, hogy ő is kaphasson ilyen hatalmat. Péter keményen elutasította, vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet venni. Sokan gondolják ma is, ha pénz van, minden van. A lelki dolgokat nem pénzért mérik, ingyen kapható, de csak Krisztus által. És akik Krisztusban hisznek, azok kaphatják csak a Szent Lelket. Jákob kutyánál azt mondta Jézus a szamariai asszonynak, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. A Szentlélek ez a víz, az éltető, az elevenítő. A pünkösdi ünnepünk tehát a fölötti örömünk, hogy vettük a Szent Lelket, aki örök életre buzgó víz forrásává lett bennünk. E napon az ünnepi liturgia azzal kezdődik, hogy a térden állva énekeljük a Szentlélek himnuszát, mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Üzenetként ma ezt halljuk, keressük Krisztust, higgyünk benne, hogy megkaphassuk a Szent Lelket, és átélhessük a nagy átalakulást, életünk újjászületését.